Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Hét hírében. Varga Ferenc alpolgármester és a 3-as számú választókerület képviselője érkezett hozzám, aki már itt is van velem a stúdióban. Üdvözlöm, szép estét kívánok. Én is köszöntöm a kedves tévénézőket is. A polgármester úr lassan egy éve, hogy betölti ezt a pozíciót. Mely területek tartoznak Önhöz, és mennyiben jelent ez más munkát az Ön számára, mint az eddigiek? Igen, lassan eltelik egy éve, hogy az önkormányzaton betöltöm ezt a polgármesteri pozíciót. Hogy én társadalmi megbízatású alpolgármesterként tudtam elvállalni ezt a megbízást, mert nyilván ugye a magánéletemben is ott vannak a vállalkozások, amiket irányítani kell és vezetni. Főként ugye a városüzemeltetési munkálatokat koordinálom és kísérem figyelemmel. Ugye a polgármester asszonnyal így is egyeztünk meg, hogy ezeket a munkálatokat és feladatokat tudom én figyelni, és ebben tudom segíteni az ő munkáját. Természetesen, hogyha van bármiféle más dolog, amiben polgármester asszony számít a segítségemre, akkor nyilván abban is segítkezek. Városüzemeltetés. Melyek a problémás területek, és melyek azok, amelyekre büszkék, amit sikerült az elmúlt időszakban elérni? Hát a városüzemeltetés ugye azért eléggé szerteágazó. Ide tartozik többek között két telep is, amit a Makóváros önkormányzata, illetve a városgazdálkodás üzemeltet. Hát ide tartozik akár a járdafelújításoktól elkezdve a faleveleknek a összeszedése, a big-bag zsákok széthordása, ugye ez most éppen aktuális téma, ugye a jelenlegi zöld kukák kiosztása, illetve minden olyan feladat, amit a lakosság jelez esetleg a város számára. Ezekben próbálunk is segítségre lenni a lakosságnak, és ugye próbáljuk rendbe tartani így a várost. Azt gondolom és azt tudom elmondani szerintem, hogy nagyon szépen tudjuk ezt a munkát megcsinálni, és a város nagy része azért rendben van. Nagyon hosszú távú, nagy volumenű fejlesztések várhatóak bizonyos összegeknek, illetve pályázatoknak köszönhetően minden körzetben. Igen, hát ugye a járda program ugye egész Makó városát érinti, aminek a lakosság azt gondolom, hogy mindig nagyon örül. Igyekszünk minden utcába előbb-utóbb bejutni, tehát az önkormányzatnak az a célja, hogy előbb-utóbb minden járda fel legyen újítva, vagy esetleg ne adj Isten, hogyha még van olyan utca, ahol nincs járda, akkor ott is elkészüljenek. Igen, ugye Lázár János országgyűlési képviselő úrnak köszönhetően most a jövő év elején el fog indulni minden bizonnyal egy nagyon nagy volumenű járdaépítés, ez sokkal nagyobb volumenű, mint a megszokott vagy az eddigi járdáknak a felújítása. Minden képviselőtársammal ugye ilyenkor egyeztet a önkormányzat, és ők a lakosságot meghallgatva, vagy illetve az ő tapasztalatokból kiindulva, hogy melyek azok a járdaszakaszok, melyek azok a utcák, amelyek rossz állapotban vannak, ők javaslatot tesznek az önkormányzat felé, hogy ezeket az utcákat szeretnék felújítani, és általában, sőt, mindig ezek az utcák kerülnek majd felújításra. Komplex és globális programról van szó, azonban ezen belül természetesen az Ön 3-as körzetét is érinti. Ott is már vannak olyan járdaszakaszok, amelyek megújultak, és vannak, lesznek olyanok, amelyek még váratnak magukra. Ezek melyekre? Igen, ugye ahogy mondtam, minden évben van járdafelújítás. Most ebben az évben, amibe bele fognak kezdeni a kivitelezők az én körzetemben, az a Vásárhelyi utca és a Bercsényi utca. A Bercsényi utcán nagyon rossz állapotú a járda, ezért szeretnénk azt mindenféleképpen felújítani. Ez beton burkolatot fog kapni. A Vásárhelyi utca ugye a erdélyi püspöktől indul, és az a rész fog felújításra kerülni. Ugye ott van az iskola, ami ugyancsak nagyon nagy forgalmú, és ott is egy nagyon rossz állapotú, göcsörtös, hiányos, rossz járda van. Az viszont térköves burkolatot fog kapni. A jövő évre vonatkozóan is ugye több járdát fogunk felújítani. Ezt puskázom, ha nem baj. Ez összesen 1500 négyzetmétert jelent. Ez a Dembicki utca, a Hajnal utca mindkét oldala, és a Lendvai utca. A Lendvai utcánál szeretném mindenféleképpen megjegyezni, hogy a Lendvai utcának az egyik fele az enyém, a másik fele Mágori András képviselőtársami, és ugye vele egyeztetve egyszerre csináltatjuk meg az egész utcát, hogy végig folytonos legyen a új járda. A Hajnal utcát viszont azért tartom nagyon fontosnak, mert nagyon sokan jelezték már, és ez a piacnak a hátsó bejárata, ahol ugye piacos napokon borzasztó nagy a forgalom, és ezért azt szeretnénk mindenféleképpen rendbe tenni. Ott találhatók biciklitárolók, és ezeket a biciklitárolóknak a környezetét ezt ugyan nem cserélik új
burkolatra, mert azok jó állapotok, de viszont megigazítják, és rendbe fogják azt is tenni. Az önkörzete olyan szempontból is speciális, ugye, hogy szinte a város legmélyebben fekvő területe a nagy része ennek, csapadékvízelvezetés. Ebben sikerült-e előrelépni, illetve a jövőben lesz-e valami előremutató? Igen, ugye ebből egyszer pár évvel ezelőtt volt egy nagyobb probléma. Nem voltak teljes mértékben rendezettek a csapadékvízelvezető rendszerek, az árkok, vagy illetve a szikkasztók. Igen, ezt folyamatosan most azért figyeljük. Most is folyik például egy a Betlen csatornának a kotrása, és minden utcában azért próbálunk, igyekszünk minden évbe végigmenni, azokat kitisztítani, kitakarítani. És most hála jó Istennek, ugye a városnak most már 2 darab vomázó gépe is van, amivel az átereszeket tudják tisztítani. Úgyhogy bízok benne, hogy lassan már nem lesz olyan áteresz, ami nincs kitisztítva, vagy esetleg ami ellene dugulva, és ez meg gátolná azt, hogy ugye lefolyjon a csapadékvíz. Ugye nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy van egy átemelő szivattyú, ami ezt a nagy mennyiségű csapadékvizet ugye át tudja emelni egy nagyobb csatornába. Ez az átemelő szivattyú is felújításra kerül, sőt, lassan el is készül. Ott 2 darab villanymotor van most, és egy régi dízel motor. Ezeket a villanymotorokat nagyobb teljesítményű automata motorokra fogják kicserélni, illetve a dízel motort is egy vadonatúj nagy teljesítményű automata szivattyúra fogják cserélni. És ami nagyon fontos, ugye, hogy a borzasztó sok szemét, ami ilyenkor lefolyik, oda egy ilyen automata gerebet fognak készíteni, ugye, ami a szemetet folyamatosan kiemeli a csatornából, és ezáltal nem tud eldugulni az ott lévő szivattyúnak a útja. Tehát akkor ez is jó irányba halad, van rá megoldás. Igen. Rajta vannak az ügyön. Ez a folyamatosan, igen. Nagy küzdelem volt, és gondolom jelen pillanatban is az illegális hulladék lerakók felszámolása. Ebben is sok intézkedést tettek. Mire jutottak? Hát igen, a illegális hulladék lerakás az folyamatos probléma, de azt gondolom, hogy ez városi szinten is el lehet mondani, de azért mégis az én körzetemet ezt fokozottan érinti sajnos. Az önkormányzat minden évben több 10 millió forintot költ illegális hulladékok elszállítására, illetve illegális hulladék lerakók felszámolására. Az önkormányzattal egyeztetve sokat beszélgettünk, hogy lehetne megszüntetni az illegális hulladékoknak a lerakását. Arra jutottunk, ugye, hogy nagyon sok elhagyott ingatlan, nagyon sok elhagyott terület van, nagyon sok elhagyott telek van, ahova sajnos ezeket az illegális hulladékokat előszeretettel hordják és ledobálják. Most elérkeztünk egy olyan fázisba, hogy már több olyan telket sikerült odaadni esetleg a szomszédnak, aki azt rendbe tartja, így az önkormányzat az ingyenesen átadja. Mi ezt körbekerítjük, és csak annyi a kérésünk a szomszédos teleknek a tulajdonosával, vagy esetleg a szomszédos ház tulajdonosával, hogy azt tartsa rendbe, és figyeljen arra a portára is, hogy ott ne alakuljon ki még egyszer illegális hulladék lerakó. Ezt több helyszínen sikerült már elérnünk, úgyhogy bízok benne, hogy előbb-utóbb minden ilyen illegális hulladék lerakó telket sikerül felszámolnunk, és egy olyan megbízható személynek átadni, aki tényleg ezt rendbe tartja és figyeli. És akkor ez lehet akár egy hosszabb távú megoldás is? Hát bízok benne, ez egy hosszabb távú megoldás. Attól függetlenül nyilván a lakosságnak is ezt végig kell gondolnia, és meg kell értenie, hogy ez nagyon sok pénzbe kerül az önkormányzatnak, és nyilván hát nem szabályos és nem etikus és nem egészséges azért ekkora illegális hulladék lerakókat létesíteni. Még 2017-ben került aláírásra a Honvéd Városrészi Központ építése című projekt, amelyen belül nagyon sok minden megvalósult. Ugye volt infrastruktúrális, illetve egyéb része ennek a programnak, volt ott ugye szilárd burkolattal láttak el 13 utcát, a csapadékvízelvezetése is ebbe a programba tartozott, illetve 15 darab szociális bérlakás került felújításra, csak hogy néhányakat említsek. Viszont egy dolog még, a közösségi tér kialakítása várat magára. Igen, ugye ez a projekt még 2017-ben indult, ugye Sánta Sándor doktor elődömnek köszönhetően, ugye ő hajtotta ezt a projektet, és hogy valamit kezdjenek azzal a városrészsel is, amit tényleg felzárkóztatja, és ugyanolyan szintűvé teszi, mint a város bármelyik utcáját. És ugye Lázár János országgyűlési úrnak köszönhetően sikerült is erre egy nagyobb volumenű projektet elnyerni a városnak, és úgy, ahogy mondta, a projektnek a nagy része már lezárult,
azért mindenféleképpen fontos azt megemlíteni, hogy érdemes megnézni, hogy azért 2017 előtt még nagyon sok olyan utca volt, ahol még szilárd útburkolat sem volt, tehát még a mentők is elakadtak, vagy a rendőrök is elakadtak, hogyha esetleg olyan időszakban olyan esőzésbe mentek be. Ez ugye megszűnt, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon sokat lendített azért ennek a városrésznek a életén. Igen, a közösségi ház maradt el, ugye erről nagyon sokan kérdeznek, és nagyon sokat lehet hallani. Nyilván ugye ebbe a 2017-ben nyertük meg ezt a pályázatot, nyilván azóta nagyon sok idő eltelt, lassan 5 év. Azt nyilván mindenki tudja és látja, hogy az építőanyagok árai azért emelkedtek bőven. Nyilván még azzal a költséggel és azzal a beruházással számolták ki annak idején ennek a költségét, ami most nem fedezi. De hála jó Istennek ezt ki fogja egészíteni az állam, és jövő év elején bízunk benne, hogy sikerül is elkezdeni ennek a megépítését. Advent időszaka következik, vasárnap már meggyújtjuk az adventi koszorúra az első gyertyát, és nemes feladat vár önökre. Az önkörzetét is érinti a 65 év felettieknek való 10.000 forintos utalvány átadása. Igen. Ez hány személyt jelent az önkörzetében? Az én körzetem az 540 személyt jelent. Az utalványoknak a szétosztását én a mai nap folyamán tudom megkezdeni. Igyekszek vele, és remélem, hogy minél gyorsabban el tudom jutatni az időseknek az a utalványt, és remélem, hogy mindenki örülni fog neki. Ha már advent, és mint alpolgármesteri minőségében kérdezem, mivel készülnek? Mint önkormányzat, vagy mint önmaga? Mint önkormányzat, ugye, ahogy eddig minden évben adventi gyertyázó nyújtásra kerül sor. Két helyszínen is lesznek rendezvények, ugye egyszer a Szökőkútnál és illetve a Makovec téren, ugye a fürdő előtt. Polgármester asszony fog beszédet mondani, illetve több rendezvényt készítenek elő. Ha már visszakérdezett, hogy önkormányzati szinten vagy mint magánember, akkor megkérdezem, hogy magánemberként, hiszen ugye van két gyermeke is a családban, ők várják már a Jézuskát, illetve ilyenkor már készülődnek? Megvan ennek a rituália önöknél? Igen, készülnek, de most egyelőre ugye a télapot, ugye a Mikulást várják egyelőre nagyon. Illetve nyilván mi is a feleségemmel próbáljuk ilyenkor a otthonunkat a ünnepi hangulatba varázsolni, díszítjük kívül belül, és várjuk mi is a ünnepeket. Köszönjük szépen, hogy itt volt, további jó készülődést, és jó munkát kívánok köszönöm önnek. Szépen. Önöknek pedig további szép estét, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!